Kibújt a szög a zsákból. Brüsszel beismerte, hogy évek óta zsarol minket politikai okokból a nekünk járó források visszatartásával. Mi mással lenne magyarázható, hogy ha hajlandóak vagyunk Ukrajna miatt közös hitelt felvenni, akkor azonnal jogállam leszünk, és meg is kapjuk a pénzt. Már is kezdünk. Olvadás. A Financial Times szerint jöhetnek a befagyasztott uniós pénzek. Kemény. Robert Fico az ukrán fasisztákban látja a háború okát. Áremelési jutalom. Mesés prémiumok kifizetését engedélyezte Karácsony Gergely. Jó estét kívánok, ez a Vezércikk, a műsor, amelyben eddig nem igazán értettük pontosan, mit is jelent a jogállamiság kifejezés. M. Kovács Robert vagyok, és már is mutatom, kik a mai vendégeim, akikkel megbeszéljük. Valójában beismerte most Brüsszel, hogy ez a hangzatos műszó nem takar mást, mint egy politikai zsaroló eszközt. Szabó László, aki a Financial Times értesülései ellenére továbbra sem hiszi, hogy megindulnak az uniós kifizetések. Demeter Szilárd, akinek a fővárosi költségvetési fegyelemről a könnyen jött, könnyen megy szólás jut eszébe. És Boros Bánk Levente, aki kiszámolta, hogy 144 ezer embernek kellene jegyet vennie ahhoz, hogy kifizessék a fővárosi közlekedési cégek vezetőinek 65 milliós jutalmát. Jó estét, szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Kezdjük a mai adást az egészen botrányos összefüggésekre rávilágító Financial Times írással, amely szerint megkapjuk a Brüsszelben befagyasztott nekünk járó források egy jelentős részét, nagyjából 60%-át, ha megfelelően szavazunk a hét második felében rendezett uniós csúcson. A brit gazdasági labírását a Magyar Nemzet szemlézte. Az Európai Bizottság november végéig mintegy 13 milliárd euró értékben oldaná fel a forrásokat, erősítette meg a Financial Times üzleti napilapnak három a tárgyalásokra rálátó forrás. Az EU tavaly decemberben fagyasztotta be a kohéziós alapokból Magyarországnak járó mintegy 22 milliárd eurót. Természetesen a döntés nem szívjóságból születne. Brüsszel azt várja, hogy cserébe a magyar kormány hajlandó legyen megszavazni az EU költségvetésének megemelését és az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós támogatást. Hát nem nagyon tudok mást kérdezni, mint amit a felvezetőmben megígértem, mégpedig azt, hogy szerintetek akkor most Brüsszel beismerte, hogy a jogállamisági eljárás az egy politikai zsarolóeszköz, hiszen hogy lehet egy olyan összefüggés, hogyha együtt szavazunk az unió többségével, akkor jogállamiság vagyunk, ha nem, akkor meg nem. Jó szó volt a felvezető mondatokban a szívjóság kérdése. Hál' Istennek szép lassan, szerintem helyesen szétoszlik az a tévképzet, hogy az Európai Unió, meg leginkább az Európai Unió bürokráciája, meg az Európai Bizottság az bármit is szívjóságból hajtana végre. Ez egy politikai alapon létrejött testület volt, vagy létrejött együttműködés, amely politikai alapon dolgozik, és ennek megfelelően ott politikai döntések születnek, és természetesen nem helyes a politikában zsarolási eszközöket használni, de előfordulnak. És ezért borzasztóan fontos az, hogy immár mi magyarok az Európai Unióhoz nem a szívjóság logikáján figyelünk rá, vagy nem azon veszünk részt benne, hanem a saját érdekeinket azt mindig figyelembe véve, és a saját érdekeinket megpróbálva érvényesíteni. Én őszintén szólva nem hiszek abban, hogy a források elindulnak, a lengyel választásokig biztosan nem. A lengyel választások szerintem egy fontos mérföldkő lesz. Már a szlovák választások egy picit talán abba az irányba mutattak, hogy azért változik a klíma az Európai Unión belül is esetleg, de abban, hogy itt bármit barátságból vagy szeretetből biztosítanának Magyarország felé, az biztosan nem fog változni. Nagyon helyes
hogyha mi magyarok, most már, ha úgy látom, egyre inkább a lengyelekkel is együtt, meg egyre inkább talán majd a szlovákokkal együtt kihúzzuk a gerincünket, fölemeljük a fejünket, és a saját érdekeinket érvényesítjük ebben a politikai klímában, amit az Európai Unió és annak vezetése jelent. Engem az zavar egy kicsit, hogy amikor mi a saját érdekeinket érvényesítjük, és mondjuk ennek megfelelően azt mondjuk, hogy nem vagyunk hajlandóak részt venni egy konszenzuális döntésben, akkor azt a teljes világsajtó zsarolásként apostrofálja, most pedig valahogy nem látom ezt a pejoratív kifejezést egyik beszámolóban sem, miközben ezek szerint ugye ugyanazt csinálja az Európai Bizottság is, ahogy te arra rávilágította. Tehát amit szabad Jupiternek, ugye van az a régi római mondás, de Laci jó fele kapirgált, tehát hogy ugye az Európai Bizottság eredetileg és az Európai Unió alapító okmányai szerint is a szerződések őreként kellene kvázi politika semlegesen, vagy aktuál politika semlegesen működjön, kellene, hogy működjön. És most gyakorlatilag annak a beismerése zajlik, hogy nem. Tehát, hogy az történik, amit mi magyarok évek óta mondunk, hogy a politikai, az Európai Bizottság politikai tisztséget vállalt magára, tehát elkezdett aktívan politizálni, és hogy lopakodó hatáskör kiterjesztés történik az európai vagy a brüsszeli különböző intézmények részéről a nemzeti szuverenitás kárára. Tehát olyan jogköröket vonnak el tőlünk, amelyek nem tartoznak az eredeti szerződésénk értelmünkbe hozzájuk, tehát elméletileg nem lenne közük hozzájuk. Csak hogy ugye, ha kinyitjuk a politikai teret és belépünk egy politikai térbe, ezt a játékot a miniszterelnök úr nagyon professzionális szinten űzi most már lassan 35 éve, vagy még több. Tehát, hogy ezen a pályán azért mi meg tudjuk őket verni, tehát olyan, mintha bejöttek volna egy picit a mi utcánkba. Ez az egyik. A másik, ami az Európai Unió költségvetését illeti. Tehát most gondoljatok bele, felvettünk egy nagy kölcsönt, egy nagy hitelt, mint Európai Unió, és mi Magyarország beszálltunk ebbe a hitelfelvételbe, a mi részünket kvázi azt mondtuk, hogy oké, vegyük fel, és a mi részünket ebből a kölcsönből nem adták ide. Most megint fel kell venni az Európai Uniónak egy nagy hitelt, kétszer ezt a játékot nem lehet eljátszani, hogy akkor továbbra is adósodj el úgy, hogy egy fillért nem látsz abból a pénzből, amit mi most felveszünk a jövő nemzedék terhére, vagy kárára, vagy az ő megfizetésük okán. Szóval, hogy előbb-utóbb várható volt, hogy engedni fognak azt, hogy most ennek a pénznek egy jelentős részét egy olyan országba öntjük bele, aminek nem adok két hónapot, előbb-utóbb korrupciós botrányokat fognak a jelenlegi elnök nyakába varni az amerikai barátai, annak én sok értelmét viszont nem látom. Pánk? Itt rengeteg kérdés keveredik össze. Az a probléma az, mert hogy a kiinduló pont, amiről már évek óta beszélünk, az itt a fiatalok is már elmondták, hogy az, hogy politikai támadásra használják fel az európai intézményrendszert Magyarországgal, elsősorban az Orbán kormányokkal szemben. Ugye itt már eleve kilóg a lóláb, de most már ugye eljutottunk arra pontra, hogy legutóbb olyan kérdéseket küldtek Magyarországnak, amik ilyen piszticsári ügyek voltak, hogy hány négyzetméter jut a bírói, nem tudom melyik testület. Fontos kérdés, hány irodat is megszabják. Tehát, hogy... Szóval, hogy már akkor beismerték, hogy itt valami nem stimmel. Most viszont ugye ahhoz, hogy működjön egyáltalán az Európai Unió, ahhoz hitelt kéne fölvenni, ahhoz meg kell a mi segítségünk. Minden mellett pedig ugye Ukrajnának akarják ezt a pénzt oda tenni. És nagy kérdés az, hogy Magyarország ebben a játszmában hajlandó-e részt venni, avagy sem. Folytassuk mással, mert hogy Laci már említette a szlovák változások miatt átalakuló politikai teret. Hát a jelek szerint valóban a kormányalakításra felkért Robert Fico szintén nem lesz nagy kedvence az uniós bürokratáknak. Szerinte ugyanis nem az oroszok, hanem a fasiszta ukránok kezdték ezt a fegyveres konfliktust. Lássuk csak! Fico szerint az ukrajnai háborút a fasiszta ukránok indították el, nem az oroszok. Példaként megemlítette Ukrajna leghírhedtebb katonai alakulatát, az Azov ezredet, melyről azt mondta egyértelműen fasiszta csoport, tagjai gyakorlatilag utcai huligánok, akik a társadalom peremére kerültek. A hadseregben szolgálnak és szörnyű dolgokat tesznek. Megdöbbent, hogy külföldön vörös szőnyeget terítenek eléjük, fogalmazott beszédében Fico. Fico egyúttal rámutatott, sokan csendben maradnak, mert félnek, hogy Brüsszelben vagy Washingtonban megbüntetik őket.
mondjuk emlékeim szerint nálunk is sokan szóba hozták már például a háború előtti krími történéseket, ahol is ugye az ottani orosz ajkú lakosság ellen elkövetett bűnökről valahogy Nyugat-Európa nem nagyon akar hallani. Hát gondolom, hogy ezen az általános ködösítésen Ficó véleménye se sokat változtat majd, de legalább elhangzott. Persze ez azért is jó, mert a lajtától nyugatra erről nem is illik beszélni. Nekünk a szlovák belpolitikára mindig abból a szemszögből kell ránézni, hogy mi lesz az ott élő magyarokkal, és milyen sors jut nekik Szlovákiában. Szóval azért én a ficói megnyilatkozásokat is meglehetős óvatossággal kezelném, különösen az ő előélete ismeretében, de adjuk meg a bizalmat, meg adjuk meg a hitet abban, hogy ez talán jó felé vezeti majd most Szlovákiát, ami ott történt. De hogy, és szerintem Ficónak az alap, vagy az első mondatában nincsen igaza, ezt a háborút, ezt Oroszország kezdte, Oroszország volt az agresszor, az egy másik kérdés, hogy azzal most már illene szembenézni valóban, miután másfél év óta zajlik a háború, és másfél éven keresztül a nyugat-európai országok, meg az atlanti közösség az elköteleződött egyértelműen Ukrajna mellett, és ebből most már nem is nagyon látszik, hogy kijöjjenek, de mégis azért azzal most már ideje volna szembenézni, hogy azért annak a háborúnak voltak előzményei. Hogy ennek a háborúnak voltak előzményei, és ezeket illene azért most már figyelembe venni. Ezt nekünk különösen érdemes egyébként szem előtt tartani ezt a kérdést, mert mi az Ukrajnában zajló háborúra is leginkább az ott élő magyarok felől kell, hogy ránézzünk. Szóval, hogy ez a ficói, hát belpolitikai tényezőktől meglehetősen befolyásolt állítás, ez hova vezet, ebben azért én óvatos lennék. Szilárd? Csatlakoznék Lacihoz, tehát hogy a Ficó most nyilván politikai előnyszerzés, vagy politikai kommunikációs előnyszerzés céljából vagy okából mondja, tehát egy olyan országról beszélünk, ahol a benes dekrétumok mai napig élnek, tehát hogy hatályban vannak. Ami veszélyes a történetben az az, hogy ez az Európai Unióban történik, és abban a szempontból Lavrovnak, az orosz, nem tudom, külügyminiszter, vagy micsoda, igaza van, hogy a kollektív bűnösség gyakorlatát fenntartani az nem egy jó gyakorlat. Tehát a 20. században erről meggyőződhettünk volna kétszer is, két totalitáris diktatúra alkalmából. És az, hogy most az oroszokat amblok bünteti a fényességes nyugat, tehát hogy a kollektív bűnösség betolják bele a teljes orosz lakosságot úgy, ahogy van, az elég rossz időket idéz meg. A Ficó csak ebbe a politikai kontextusba vagy logikába illeszkedik be ezzel a kijelentéssel. És Lacinak abban maximálisan igaza van, hogy nekünk magyar szemmel kell nézni mind a felvidéki eseményekre, tehát a szlovákiai eseményekre, mind a kárpátaljai eseményekre. Más szempontunk ebben nem lehet, mert ezen túlmenően ez egy szláv belháború, ami ott történik. Nem a demokráciáról szól, meg nem a nyugat-európai, vagy a nyugati értékekről, tehát hogy intézzék egymás között, ha lehet. Bank? Amikor elolvastam ezt a hírt magát, én őszintén nem voltam benne biztos, hogy ez nem kacsa. Mert azért ezek nagyon erős kijelentések a Ficó részéről. Ugye Putyin érveli a háborút alapvetően ugyanezekkel a szavakkal, hogy a fasiszta ukránok ellen kell a háborút folytatni. Az Oroszország, aminek az elődje de facto a Szovjetunió, amely az egész rendszerét ugye az antifasizmusra építette. És azért a 20. századi tapasztalataink azt mutatják, most nem akarok a második világháború környékére visszamenni, legalábbis azt követően, az egy érdekes filozófiai eszmefutatás lenne, hogy akkor hogyan kellett ezt, vagy lehet-e még így retrospektív módon értelmezni, de hogy bárki, aki politikai cselekvést a 20. század második felében, és bele a 21. században a fasizmus elleni a felhorgadás vagy fellépésre kíván alapozni, az nálam büdös. Bárki is legyen az. Az antifasiszta mozgalom jelen pillanatban Nyugat-Európában, ez a sok hülye gyerek a maszkaikkal, meg az agresszív fellépésével, és bárki Magyarországon a 80-as, 90-es évek környékén ugye a liberális oldal honosította meg ezt a retorikát, és ebből kifolyólag én ezzel csínyán bánnék, bárki is mondja, bármennyire is szeretjük, nem szeretjük, ezt Ficóra is kiterjesztem, és rá is vonatkoztatom. A másik része viszont maga a
konkrét kérdés, tehát hogy az ukrán-orosz konfliktusban hol is foglal állást a talán leendő szlovák miniszterelnök, mindeset, aki megnyerte, akinek a pártja megnyerte a szlovák választást. Ez a mi szempontunkból egyébként jó hír, mert eddig ugye Orbán Viktort vádolták azzal, hogy hú, de csúnya a Putyin párti, és tehát ezzel gyakorlatilag egy ilyen radikális kijelentéssel Fico középirányba tolja Magyarországot és az Orbán kormányt az ukrán-orosz konfliktushoz fűződő kapcsolatát illetően. Mert Magyarország azt mondja, hogy békepárti, hogy mi nem vagyunk senkivel. Mi azt szeretnénk, hogy a béke legyen, és abba hagynák. És Fico kilépett, és azt mondta, hogy hát itt valójában az oroszoknak van igaza. Ilyet azért kevés helyen hallottunk az elmúlt másfél, mondjuk legyen másfél évben. Lehet, hogy ez a külpolitikában egy botrányos kijelentés, de van nekünk ennél nagyobb belpolitikai botrányunk is a mai napra, hiszen ha minden úgy igaz, ahogy a Magyar Nemzet megírta, és hát miért kételkednénk benne, akkor tulajdonképpen úgy tűnik, hogy Karácsony Gergely a BKV és a BKK felső vezetőinek juttatott összesen 65 millió forintos prémiumát megfizettette a budapesti közlekedőkkel. Lássuk csak! Noha Karácsony Gergely súlyos pénzhiányt emlegetve jelentette be, hogy a Budapesti Közlekedési Központ szeptembertől 28%-kal emeli a vonaljegyek árát. Lapunk úgy tudja, a főpolgármester mesés prémiumokat hagyott jóvá a BKK, illetve a BKV vezető tisztségviselői számára. A főpolgármester a jegyáremelések bejelentése előtti napon saját hatáskörben eljárva döntött a jutalmakról. A BKK, illetve a BKV felső vezetői összesen 65 millió forint prémiumot vehetnek fel. A kifizetések az adott társaság költségvetését terhelik. Valójában két dolgot nem értek. Az egyik az az, hogy tényleg olyan jól működik-e a budapesti tömegközlekedés, hogy közel 10 milliós jutalmakat lehet-e kifizetni ennek azoknak a felső vezetőknek, akik ezt irányítják. A másik pedig az, hogy ugye a bejátszóból is kiderült, hogy ez a BKV költségetéséből van. Én eddig úgy tudtam, hogy a BKV az közel van a működésképtelenséghez, és le fogják állítani a tömegközlekedést, hogyha a kormány nem ad pénzt. Hát ez most egy némiképp ellentmondani látszik ennek. A közszférában a jutalmak, prémiumok kérdése az mindig egy nagyon csúszós és síkos pálya, és nagyon óvatosan kell arra a pályára fölmenni, és a főváros is közszféra, az is abból működik, amit az emberek összeadnak. És ugye a versenyszférában világos a helyzet, versenyszférában, ha termeltél annyi pénzt a vállalkozásoddal, hogy abból osztalékot, nyerességet, prémiumot lehet osztani, akkor azt kiosztják, nyilván előzetes szabályok szerint, és nyilván ízléssel, meg józanul. De a közszférában ez teljesen másképpen van, és ezért ezzel nagyon-nagyon óvatosan kell bánni. És hát, hogyha megkérdeznénk a budapesti tömegközlekedés használókat, hogy ők aztán tényleg annyira elégedettek-e a budapesti tömegközlekedéssel, hogy azokat, akik ezt irányítják, vezetik, szervezik, azokat ilyen mértékű jutalmakkal kellene jutalmazni, akkor aligha találnánk többséget azok között, akik, vagy aligha többség, találnánk többségben azokat, akik erre igent válaszolnak. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon csúszós pálya, ezen a csúszós pályán ez az ügy, ez elcsúszott, meggyőződésem, és egyébként szerintem politikailag is kontraproduktív. Tehát azok, akik Budapesten majd szavaznak a főváros vezetéséről, azoknak a fejébe szerintem belekerült az az ügy, hogy egyébként arra a fővárosi vezetésre kell majd szavaznom, amelyik ilyen tömegközlekedési állapotok mellett prémiumot ad a vezetőknek. Ez valahogy szerintem el van mérve. Azt hiszem egyébként, hogy sok olyan botrányos ügy fűződik már Karácsony Gergely nevéhez, amely alapján azt gondolhatnánk, hogy igen, ez a csúszós pálya majd érvényesül, de egyelőre a magas barna férfi felemás erkölcsökkel minden túlélt a budapesti politikában. Ezt is túl fogja, Szilárd, szerinted? És azt a választópolgárok döntik majd el, nyilvánvalóan ezt nem vagyok jós. De nekem ezt a hírt, amikor először olvastam, akkor az jutott eszembe, hogy könnyen jött, könnyen megy. Tehát, hogy a főváros költségvetési fegyelme az van, mintha ezen az elven működne. Tehát, hogy itt van valami pénz, örököltünk talostot, tapsoljuk el, aztán majd lesz valahogy, aztán majd a csúnya kormányra mutogatunk.
Utána meg azt merészeltem remélni, vagy azt vágytam remélni, hogy ez az adománygyűjtő ládikákba összeszedett pénzeknek a továbbosztása, és akkor, hogy valahogy lepapírozzák ezt az egészet, és akkor ezek a fővezérek majd visszaosztják kampányba, vagy valami ilyesmi, de nem. Ez valóban közpénz, tehát hogy valóban a fővárosi költségvetésből, tehát adófizetői forintokból osztódott ki ezen vezető grémium számára. És hát innentől kezdődik az, amit Laci mond, érdem szerinte, avagy sem. Vagy csak itt megvettek valamit, vagy csak itt kifizettek valamit, mint ahogy szokás általában a felső vezetőkkel, hogyha lojalitást akarod biztosítani, akkor általában kifizeted őket, a tanácsadókon keresztül lapátolod a közpénzt. Tehát ez egy klasszikus balliberális gyakorlat, amilyet láttunk már az elmúlt 30 évben elég sokszor, úgy látszik, hogy Karácsony Gergő sem tud ezen változtatni. Nekem az jutott még eszembe, egy kicsit olyan, mint most a BKV, mint amikor van egy öreg autód, amelyiknek már köhög a motorja, kattog a váltója, defektes az összes kereke, és akkor fogják magukat és lecserélik itt az üléshúzatot. Körülbelül ez történt most, nem? Hogy a költsünk arra, hogy lecseréljük az üléshúzatot. Nagyon nehéz megfogni ezt a témát, abból kifolyólag, hogy nehéz meghatározni, mi a célfüggvénye a BKV-nak, meg a budapesti tömegközlekedésnek. Tehát mikor ismered el, hogy oké, ez jár, meg megérdemlitek? Hát működik. Hát ha működik. Egyébként szerintem... Egyébként nem rossz. Ezt akartam mondani, hogy de nem más fővárosokkal összehasonlítva évtizedek óta relatíve el lehet jutni, hát autóval már nem, de mondjuk a föld alatt A pontból B pontba, vagy ugye kötött pályás közlekedéssel A pontból B pontba Budapestre. Szerintem kimondtad egyébként a föld alattal a varázsszót, mert azért szerintem csúcs időszakban próbált ki a hetes buszt. Szoktam BKV-val közlekedni, tehát nem erről van szó, hanem tényleg, hogyha éppen a Wintermantel Zsolt posztolt egy ilyet, hogy el akart jutni Újpestről, talán Cseperre az egyik nap, és 2 órát írt egyébként az utazás tervező, egyébként kocsival pedig körbe kellett volna menni a nulláson, tehát valami, az viszont tényleg szürreális, mind a két vége, de most ebben nem akarok szakmai kérdésben, a közlekedés szakmai kérdésben belemenni, hanem hogy ha azt szajkózzák, hogy elfogyott Budapest pénze, csőd közelben van, stb., akkor milyen optikája van annak, és az hogy lehet elmagyarázni, hogy mindeközben 10 milliós jutalmakat osztanak ki, ugye ez 64,75 millió forintról beszélünk alapvetően. És ugye itt az volt a hírben, nem ismerem a Budapestnek az ez irányú működését, hogy Karácsony a saját hatáskörben döntött el. Nem tudom, hogy ezt közgyűlésnek kellene eldönteni, vagy ez tényleg a főpolgármester döntési jogköre, de hogyha valóban titokban volt és saját hatáskörben, és ez más illetett volna ez a döntés, akkor miért kellett mindezt így titokban tartani? Azt gondolták, hogy ez nem fog nyilvánosságra kerülni? Tehát megint ugye az amatőrizmus, hogy ennyire hülyék, hogy nem gondolják azt, hogyha ez kitudódik, akkor legalább enni az asztalnál mi ezt elő fogjuk venni, és ízekre fogjuk cincálni. Hogy lehetnek ennyire hülyék? És nem tudom, emlékeztek-e még annak idején itt a lélegeztetőgépes sztorira, hogy x milliárd forintból hány lélegeztetőgépet lehetett volna venni, ezt kiszámoltam. Ez a 65 millió forintnyi jutalom, ez 450 forintos jegyárral számolva 144 ezer vonaljegyet jelent. Tehát 144 ezer embernek kell oda menni az automatához, venni egy vonaljegyet, és ezzel tudják finanszírozni. Tehát 144 ezer ember finanszírozza ennek a 10 embernek az éves, vagy fél éves, vagy akármilyen prémiumát. Hát, vagy az a megfejtés. Tudom, hogy demagógok, tudom, hogy populista, de ők kezdték. Tehát vagy az a megfejtés, hogy az a végkielégítés, és most lecserél a vezérkart egy kompetens vezérkarra. Tehát nem lehet ezt tudni. És honnan találna kompetens vezérkart? Eddig még nem ment neki. Folytassuk megint egy picit külpolitikával, mert hogy van egy nagy kedvencünk, szerintem mindannyiunknak itt a német politikában, ő Annalena Baerbock külügyminiszterasszony, aki hát most éppen a térképet kezdte el böngészni, és így sikerült valami igazán nagyot mondania. Mutatjuk. Az Európai Unió nem sokára Lisszabontól Luhanszkig terjed majd ki, jelentette ki Annalena Baerbock német külügyminiszter. Biztosított afelől, hogy az európai barátok és partnerek
támogatni fogják Ukrajnát az uniós csatlakozás felé vezető úton, az Oroszország indította háború közepette. Ezzel kapcsolatban azt is hangsúlyozta, hogy Ukrajna képes lenyűgöző reformokat végrehajtani. Példaként említette az igazságszolgáltatás, a média és a korrupció elleni küzdelem terén végrehajtott ukrán reformokat. Mostanában, ha Annalena Baerbock megszólal, mindig megnézem, hogy jó csatornán vagyok, és nem a Muppet Show-t nézem, mert hogy ugyan most a térképen sikerült elboldogulnia, és nem fogtett sem 360 fokos fordulatot, és nem dolgozott 560 napot egy évben, de szerintem ettől még nem kevésbé tragikomikus az, hogy igazságügyi reformokról beszél Ukrajna esetében, ahol hetente visznek el igazságszolgáltatásból vezető tisztségviselőket. Hát óvatosságra intenék az unió bővítésével kapcsolatosan mondjuk német politikusokat, meg olyanokat, akik az unió olyan országainak a vezetői, amelyek annak meghatározó országai, mert hogy az elmúlt években, évtizedben az Európai Unió az nem bővült, hanem szűkült. A helyzet az, hogy azt már nem tudja mondani, hogy az Európai Unió az Dublintól Nyíregyházáig tart, mert közben az angolok kiléptek az unióból, és az uniónak nem sikerült megtartani az angolokat az unióban. Szóval, hogy mondjam, tehát nem arra mutatnak a tapasztalatok, hogy éppen a bővítést azt meg tudták volna oldani, arról már nem beszélve, hogy a Balkánon, ugye a nyugat-balkáni bővítés, ez meg már mióta napirenden van, és ez sem sikerül megoldani az uniónak. Úgyhogy ebben nagyon óvatosságra és az elmúlt évek tapasztalatai alapján finom mértékletességre kellene inteni az uniót, aztán már az ukrajnai tapasztalatok az megint egy másik kérdés. Urak, röviden? Hát, ha szét akarják venni az Európai Uniót, akkor fel kell venni Ukrajnát, tehát valóban ilyen egyszerűen a képletnek a megoldása, tehát egy olyan országról beszélünk, amit mai napig hadurak uralnak, tehát akármit gondolunk Zelenszkijről, ő a hadurak hadura. Most nem az ukrán népszenvedését akarom kisebbíteni, hanem az az államberendezkedés így működik. Tehát, hogy ha emlékeztek még rá, akkor Zelenszkijnek valamikor az első megmozdulásai közé azt tartozott, hogy ellenzéki sajtót zárt be, médiát zárt be, ellenzéki politikusokat iktatta ki, fogalmazzunk diplomatikusan. Tehát, hogy ez nem a demokrácia és a jogállamiság mint a példája. Ráadásul teletömtük fegyverrel, olyan fegyverrel, ami a balkáni háború óta, tehát a délszláv válság óta tudjuk, hogy ezek nem félnek használni, ha van fegyverük, tehát hogy nem egy ilyen ijedős népség. Életveszély lehetne az Európai Unió számára az ukrán ennyire gyors csatlakozása, hogy ők szeretnék, de ettől még lelkük rajta, csak mi azért figyeljünk oda. Hank? Hát hogyha játszunk el a gondolattal, hogy tényleg elindulhatnának ilyen tárgyalások, csatlakozási tárgyalások Ukrajnával, és tételezzük fel, hogy az Unió az ugyanúgy viselkedne mondjuk Ukrajnával szemben, mint minden más csatlakozásra váró országgal szemben, azaz ugyanolyan kritériumrendszert állít föl velük szemben, amit teljesíteni kell ahhoz, hogy csatlakozhasson. Hogyha fair játékot játszik mondjuk Magyarországgal szemben, amit nekünk annak idején teljesíteni kellett. Ha ezt a fair játékot játssza az Unió, akkor Ukrajna még hosszú évtizedekig nem tudna saját jogon az Unióhoz csatlakozni. És én csak annyit szeretnék egyébként kérni a unió nyugati vezetőitől, és a tagállamok vezetőitől, hogy ne tegyenek különbséget a csatlakozásra váró országok feltételrendszerei között is pont. De végül is a Törökországgal folytatott csatlakozási tárgyalások 1987 óta tartanak, úgyhogy így náluk is működhet akár. Urak, ennyi téma fért bele a műsor első részébe, tartunk egy pár perces szünetet, utána visszavárjuk nézőinket még izgalmasabb témákkal. Mutatjuk, hogy melyek ezek. Ismétlőjel. Fekete Győr a Nobel-díj kapcsán is csak horbánozni tud. Egyszer egy. Dobrev Klára a DK többségét hiszi. Ismétlőjel. Fekete Győr a Nobel-díj kapcsán is csak horbánozni tud. Egyszer egy. Dobrev Klára a DK többségét hiszi. Jó estét, folytatódik a Vezércikk Szabó Lászlóval, Demeter Szilárddal és Boros Bánk Leventével.
Na meg a nap hírével, hiszen két nap alatt már a második magyar tudóst ismerte el Nobel-díjjal a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. Krausz Ferenc két társával együtt fizikai kutatásáért kapta ezt a legnevesebb tudományos elismerést. Hát a kérdés már tényleg csak az, hogy mit szól ehhez a hazai közélet egyik leginkább leszerepelt politikusa, Fekete Győr András, aki Karikó Katalin Nobel-díját is csak egy vaskos fideszezésre tudta felhasználni. Lássuk! A momentumos politikus Karikó Katalin életútját párhuzamba állította a mai emberek vélt helyzetével. Mint a korábbi világok és a mai rendszer kárvallottjai, ő is nyugaton kereste a boldogulást, fogalmazott. Holnaptól viszont azon kell dolgoznunk, hogy véget vessünk az immár évszázados átoknak, ami miatt e kincseink szinte soha nem Magyarországon ragyognak fel, foglalta össze véleményét Fekete Győr András. Még mielőtt Fekete Győr Andrásokról és Gyurcsány Ferencekről kezdenénk el beszélgetni, azért engedjétek meg, hogy én innen a Hír TV nevében is hadd gratuláljak Krausz Ferencnek, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatójának, aki ugye Németországban élő fizikus. Aztán tényleg rátérhetünk a, hogy is szokták ezt mondani, a minden szarizmus magyarországi képviselőire, mert hogy nem csak Gyurcsány Ferenc, nem csak Fekete Győr András, hanem Gyurcsány Ferenc is beleszőtte a tegnapi Karikó Katalinnak címzett gratulációjába azt, hogy most ne tépelődjünk egy darabig, hogy Karikó Katalinnak is el kellett menni, hogy elérje a Nobel-díjat érdemlő teljesítményt, ami azért vicces, mert Karikó Katalin egyébként az ő elfbarátai idején hagyta el az országot, és egyébként pont előtte rúgták ki a Szegedi Tudományegyetemről, tehát hogy az ő esetében még inkább pikáns, amikor arról beszél, hogy kinek miért kellett innen elmenni, hogy sikereket érhessen el a tudományos életben. Igen, gratulálunk mind a két nagyszerű tudósnak, nagy büszkeség ez Magyarország számára, és tényleg meg egy, hát egy évben két magyar kap Nobel-díjat, szóval egészen különleges büszkeség. És még csak kedv van. És még csak kedv van, igen, és mi lesz a hétvégéig. Szóval, hogy szóval én mindig kiütést kapok az egyfelől másfelől politikusoktól. Tehát akik nem képesek egy ügyet a maga, hogy mondjam, örömében kezelni annak a mindannyiunkra kisugárzott, vagy kisugározható büszkeségével, örömével elfogadni, és így kezelni, hanem még valamit azért oda kell tenni, amitől ezt kisebbíteni lehet. Szóval ezek annyira kiszerű, meg szánalmas dolgok, meg hát ugye ez a Móriczka mindenről ugyanaz jut eszébe, ezek olyan szánalmas dolgok, ezeket el kell felejteni. Jó, nem akarom összemérni a két teljesítményt, de ugye azt tudjuk, hogy Fekete Győr András a magyar labdarúgó válogatottnak is csak néhány éve szurkol, tehát hogy azért az ő pszichéjébe belefér ez a történet. Amikor a Kertész Imre megkapta a Nobel-díjat, akkor a kicsit sokszerűen érte a magyar társadalmat, hiszen nem ismertek egy olyan teljesítményt, amit itthon nem nagyon ismertek el, tehát Kertész Imrének a sorstalansága addig az egy ismeretlen műnek számított, tehát pár száz olvasóval, meg az ő nevét sem nagyon ismerték, és akkor hirtelen lett egy Nobel-díjasunk. Aztán utána meg kiderült, hogy ez a Nobel-díjas nem véletlenül kapta a Nobel-díjat, hiszen gondolkodik, nagyon éleseket tud mondani, olyasmit, ami az éppen aktuál politikai különböző erőterekben azért szólt, tehát hogy élesen ment be a különböző közéleti vagy társadalmi vitákba. Sőt, Kertész Imre vette azt a bátorságot, hogy Európai Unió vonatkozásában, vagy Európa vonatkozásában is megfogalmazott olyan véleményt, ami hát úgy nem tetszett a nyugati liberális mainstreamnek, tehát az öngyilkos liberalizmusról, meg a muszlim invázióról, tehát hogy Nobel-díjasokkal az a baj, ugye, hogy hirtelen szavuk lesz, tehát elkezdenek hallatszani, és akkor büszkék vagyunk rá, addig, amíg nem csinálnak valami idézőjelben helytelen dolgot. Én azért vagyok büszke Karikó Katalinra különösképpen, a Krausz életútját annyira még nem ismerem, tehát hogy nem, én se tudtam, hogy van egy ilyen nagyszerű tudósunk, de hogy a Karikó Katalinnak a kitartása, tehát hogy miközben őt kidobják nem tudom hány egyetemről, tehát hogy eltanácsák, nem hisznek a kutatásában, és így tovább, mégis, tehát fogosz szorítva megy tovább, és hisz a saját igazába, és csinálja azt a munkát, ami, mint kiderült, Nobel-díjat ért, és hogy igazából ez a példaértékű, ami számomra egyfajta ilyen
magyar karaktert ad ennek az egész történetnek. Tehát, hogy hinni kell a saját igazunkba, és szerintem ennyi a tanulság. A többi meg csatlakozom Lacihoz, tehát, hogy Gyurcsány Ferenc pattog, aki 85-ben, amikor Karikó Katalint kiebrudalják az országból, Pécsett a KISZ titkáraként éppen elvtársájával építette azt a rendszert, aki kirakta Karikó Katalint, és aki Krauszt meg emigrációra vagy disszidációra kényszerítette, szóval meg 2006-ban ugye ő mondta azt, hogy el lehet innen menni. Tehát konkrétan ő ezt a jövőképet ő vázolta fel Magyarország miniszterelnökeként, tehát hogy inkább ne foglalkozunk vele. Egyébként valóban igazad van, hogy a kitartása megsüvegelendő, de azért azt is tegyük hozzá, hogy ezt az ellenszelet, amiben neki dolgoznia kellett, ezt nem csak a magyar társadalomban, az akkori szocialista magyar társadalomban kapta meg, hanem az Amerikai Egyesült Államokban. Hát ezt mondom, tehát hogy ahol, ő végig hitt ebben, igen, az igazában. Tehát, ahol ugye a hírek szerint neki $1 órabért ajánlottak a kutatásaira, mert annyira nem hittek abban, hogy a kutatási területe visz valahova. És ő folytatta így is. Igen, egyébként nem néztem meg, de érdemes lenne most megnézni a Pennsylvania Egyetem honlapját, ahonnan ugye nyugdíjazták Karikó Katalint, hogy most hogyan is gondolnak arról a lépésről, és büszkék rá, de ez most igazából lényegtelen. Megnéztem, Fekete Győr András most is megtalálta az Orbán rendszert a Krausz Ferenc posztjában, tehát azért minden a helyén van, semmi sem változott itt az elmúlt, nem tudom, 24 órában, de ott venném fel való a fonalat, a Szilárd abba hagyta, hogy Szoboszlai Dominik is úgy lesz, vagy lett világsztár, hogy a Liverpoolba igazolt. Ennek, tehát vannak adottságok. Magyarországon itt voltak a kommunisták minimum 45-től, mondjuk hát máig, de mondjuk a 90-ig, az egyszerűség kedvéért. És egy olyan rendszert építettek fel, ami sikertelenítette az országot. Tehát nem volt lehetőség arra, hogy egy-két kivételtől eltekintve világszínvonalú teljesítményeket tegyenek le egyének és vagy intézmények. Ez hosszan lehetne ezt lecsetelni, és 30 évvel később Fekete Győr András veri az asztalt, hogy de hát a magyar felsőoktatás, meg az Orbán oktatáspolitika, meg akármicsoda. Fel szeretném hívni egyébként a nyugatot kiválóan ismerő Momentumos elvtársaknak a figyelmét, hogy a brain drain az egy létező jelenség. És az amerikai egyetemek, de az osztrákok is egyébként, a németek is mindig felé fognak ígérni a magyar valóságnak, és mindig el fogják szívni azokat a tehetséges tudósokat, oktatókat, akárkicsodákat, akik már csak a jobb lehetőség kedvéért, a jobb kutatási lehetőség kedvéért, a jobb fizetés kedvéért, vagy a csaptapasztalat véget el fognak menni Magyarországról. Én azokat becsülöm, és Karikó Katalin például ezek közé tartozik, akik nem felejtettek el magyarnak lenni, tehát megtartották a magyarságukat, és úgy jött haza egyébként itt a Covid a ismertséget követően, hogy hazajött Magyarországra. Engem azok nem érdekelnek őszintén, akik elmennek, még nevet is változtatnak, elfelejtenek magyarul, és aztán utána akármilyen teljesítményt érnek el, azokat nem tekintem a enyémnek, hogyha úgy tetszik. És nem tekint az én, vagy a magyar sikernek, hogyha úgy. Még csak egy kis kiegészítő, tehát hogy az Orbán kormány volt az, aki rengeteg pénzt adott a Magyar Tudományos Akadémiának arra, hogy ezt a brain drain, tehát az agyelszívás folyamatát amennyire lehetséges megfordítsuk, tehát hogy most elég sok pénz van arra, hogy fiatal kutatók, vagy tehetséges tudósok, vagy nagyszerű tudósok itthon kutassanak, és a Tudományos Akadémia is, meg a kutatási hálózat költségvetési fedezete is megtöbbszöröződött, tehát hogy most már Magyarország is kezd felzárkózni. Nyilvánvalóan 100 év hiányosságát nem lehet 10 év alatt bepótolni, de hogy kezdtünk pénzt beletenni abba, hogy itthon is szülessenek a világról szóló tudományos felfedezések, és ennek előbb-utóbb meg lesz az eredmény. Igen, csak nem az egyik pillanatról a másik. De ez a lényeg a történetnek, hogy infrastruktúrát kell építeni, ehhez lehetőséget kell biztosítani, fizetést kell adni, ki kell nevelni a generációt, stb. Tehát ez... Azért is kell szerintem a helyén kezelni Fekete Győr András és Gyurcsány Ferenc véleményét, mert ők például olyan politikusok, akik szerintem mindig kampányidőszakot élnek meg, de az, hogy valójában most tényleg megkezdődött már a jövő évi
kampány időszak azt szerintem jól mutatja, hogy Gulyás Márton vendége volt a Partizánban Dobrev Klára, aki sok más elődjével ellentétben egyetlen olyan mondatot sem produkált, amelytől itt hirtelen vége szakadt volna a pályafutása. Biztos, hogy ebben a baloldali aktivistának is volt némi szerepe. De azért Gyurcsány feleségének így is sikerült meghökkentő állításokat megfogalmaznia. Mutatjuk. Szó esett arról is, hogy a DK például a Zavesz Research felméréseiben stagnál, 18-19%-on áll. A Fidesz ugyanakkor 50%-on állt a biztos pártválasztók körében. Gulyás itt felhívta a figyelmet arra, hogy nem tűnik úgy, hogy a lemorzsolódó réteg az ellenzéki pártoknál csapódna le. Hiába a DK a legerősebb ellenzéki párt, ez a szám nem tűnik elégnek ahhoz, hogy érdemi alternatívája legyetek Orbán Viktor kormányának. Erre Dobrev azt válaszolta, hogy mindegy, hogy 18-19 vagy 20%. Az a lényeg, hogy hogyan megyünk tovább. Én politikus vagyok, nekem programot kell adni. Hát ha neki mindegy, hogy 18 vagy 19, 9%, akkor meg nekem pláne mindegy, hogy ha ennél sokkal magasabbra mondjuk nem jutnak vele. De ennél sokkal meghökkentőbb volt szerintem az, amikor úgy fogalmazott, hogy nem hiszi, hogy Orbán Viktor és a Fidesz politikájának többségi támogatottsága lenne Magyarországon. Szerintetek hány kétharmad kellene neki még ahhoz, hogy ezt elhiggye? Igen, tudom, hogy matematikában nincsen Nobel-díj, de Dobrev Klára nem is kapná meg. Ezen nem tudom, algebrai levezetések alapján, amit előállított ebben a műsorban. Itt valami baj van, itt nem jön ki a matek, ha már itt tartunk. Akkor is kell tudni valami olyasmit mondani, ami azért hitet ad azoknak, akik végignéznek egy Dobrev Klára interjút, az is egy szép kihívás. Szóval, hogy én ezt látom, hogy ez valójában egy politikai kommunikációs eszköz, aminek az archimédeszi alapjai azért hiányoznak. Hát egyébként a szlovák választások is mutatták az exit pollok és a valóság közötti különbséget olyannyira, hogy én egy pillanatra azt hittem, hogy talán Pulai András végezte az exit pollokat a szlovák választásokra. Azt, hogy Dobrev Klára azt mondja, hogy mi vagyunk a többség, ezt mondjuk hallottuk már néhányszor, tehát hogy többség egy dolgot bizonyít számomra, hogy az ellenzék egyetlen potens pártja még mindig hisz a demokráciába. Tehát nem azt mondják, hogy ők a jogállamiság letéteményesei, hanem azt mondják, hogy az emberek szavaznak, a többség fog majd politikát alakítani, és ez azért reménykeltő, mert akkor, hogyha 2026-ban történik valami olyan, amire ők nem számítanak, de mi úgy gondoljuk, hogy megint csak be fog következni, akkor azt muszáj elfogadniuk, tehát hogy ott vannak abban az utcában, ahol mi szeretnénk, hogy legyenek, tehát hogy még nem csúsztak át ebbe a brüsszeli, hogy keretezzem a történet, jogállamiság koncepcióba, hogy hát ugyan a demokráciából a népet felejtsük ki, lehetőleg ne fogadjuk el legitimnek azt, amit a nép akar, mi majd megmondjuk, hogy mi a jó. Azért 2026-ig még sokat tudnak narratívát változtatni, addig még rengeteg idő van. Azért a Dobrev felmenői a 40-es évek második felét megelőzően, ők demokráciát képviselték, ők azt akarták, hogy a nép válassza meg a komcsikat. Majd amikor a Dobrev felmenői hatalomra kerültek, Bulgáriában és Magyarországon is, akkor meg eltörölték a demokráciát. Tehát ennyire demokratikusak szerintem, mert ez a politikai tapasztalatuk arra alapul, hogy egy kommunista rendszert tartottak fenn közösen, kéz a kézben, családilag, ami antidemokratikus volt. Miért gondolnánk azt, hogy a gondolkodásmódjuk egyébként megváltozott? Mitől változott volna meg? Fölvettek egy másik köntöst. Nem, de ez nekünk jó, mert ameddig ők ezt a játékot játsszák, hogy ezt a politikai kommunikációt viszik, tehát ezt a többségelvű, demokráciaelvű berendezkedést kvázi támogatják így közvetve, addig nem mondhatják azt, hogy itt diktatúra van. Ilyen egyszerű. Hát minden esetre azt a családi receptet, amit Bánk itt felvázolt, szerintem ezt most már a továbbiakban ne alkalmazzuk majd itt Magyarországon. Urak, ennyi fért bele a mai vezércikben, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek és elmondtátok köszönöm a véleményeteket. Nézőinknek pedig megköszönöm egész esti figyelmüket. Holnap is várjuk Önöket, Bencsik Andrással, Elsimon Lászlóval és Ómolnár Miklóssal itt majd a stúdióban. Ha lemaradtak adásunkról, azt visszanézhetik a Hír TV weboldalán. Továbbiakban is maradjanak csatornánkon. Szép estét mindenkinek!